Na hát, sziasztok, nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Most egy ideje nem volt videó, és arra gondoltam, hogy egy rövid videót azért mégiscsak kellene csinálni, hogy mi zajlik a háttérben, mert azért itt történnek dolgok. Az egyik dolog a szó legszorosabb értelmében itt a háttérben látható, ez lesz az egyik változás, a másik pedig maga a hang, amivel szintén még küzdenem kell egy kicsit. Ugye itt a háttérnél a világítás az kulcskérdés, ezen még dolgozni kell egy kicsit, ez a lámpa jelenleg még talán nem az igazi, valamint majd a mikrofonra is kíváncsi leszek, hogy mi a véleményetek, ugyanis ez egy teljesen más koncepció lesz. Itt egy dinamikus mikrofon lép be, ez egy nagy színpadi mikrofon, nem tudom, hogy hogyan fog teljesíteni, ugyanis adott keretek között elképzelhető, hogy mondjuk a webkamerának a hangja talán jobb hangzást produkál, hiszen az például egy teljesen más módszerrel adja le a hangot, nem tudom, hogy melyik lesz a jó. Ez a dinamikus mikrofon, ez egy keverőn keresztül megy a vonali bemenetre, tehát itt adott esetben lehet egy kicsit nagyobb zaj, vagy teljesen máshogy szólal meg, tehát nem tudom még, hogy mi lesz a jó. Egyelőre ezzel is ügyeskedek, ezzel is elég sok idő el tud menni, abból a kicsiből, ami egyébként sokszor nincs is az embernek, úgyhogy vagyok, és csinálgatom majd a videókat, illetve nyilván természetesen igyekszem jelen lenni most már többet a cseten, a fórumon is, és akkor ott megbeszélni a dolgokat. Egy apróság eszembe jutott közben, hogyha nekem személyesen külön írtok olyat, hogy például a Gini 1.35-öt miért nem lehet forrásból befordítani, adott Pupi Linuxra, gőzöm nincs. Tehát ilyen teljesen átlagos és általános témákat és kérdéseket azért kérem mindig, hogy a fórumon és a cseten beszéljük ki, vagy a Facebook csoportban, mert ezekről így külön nekem konkrétan fogalmam nincs, viszont tudom, hogy sokan használják a Gini-t, sokan fordítanak csomagokat például saját maguknak, és lehet, hogy valaki csuklóból rá tudja vágni, hogy valamelyik alkalmazásnak vagy csomagnak mi lehet a problémája. Na, ennyi lett volna egyébként ez a rövid kis videó, ennyit akartam, megnézitek, meglátjátok, milyen a minősége, illetve természetesen én is várom majd azért az ötleteket, visszajelzéseket, és hát én egyelőre ezen dolgozok, ügyeskedek még, és aztán természetesen jövök. Az egyik dolog, amit külön kiemelnék, ugye nagyon meglódult a Bliss OS az Android fejlesztéssel, és szembe menve a jelenlegi, hát bevett trendekkel kiadják a 32 bites kiadást, arra is nagyon kíváncsi vagyok, hogy az hogy működik, és már ők úgy indították a Twitter posztjukat is, hogy tudjuk, hogy nem ez az általános, de mi úgy gondoltuk, kiadjuk ezt a 32 bitest. Egyébként ez az a csapat, a Team Bliss egyébként, ami jóval előrébb jár, mint a többi hagyományos Android kiadás egyébként, és hát sok apróság érdekelne, Devuánról gondoltam még, hogy készíteni kellene egy, létezik egy mini izója, ami ilyen 40 megabájt, és ugye jelenleg a három kiadást, ami hát úgymond jobban szem előtt van, ezeket letesztelni, ugye van az Eski, van a Beowulf, ami majd hamarosan váltani fogja, ugye ez a Debiannál a Basterág, és Devuánnál még nem jött ki, és utána majd lesz még a Szeres, vagy Ceres kiadás, és akkor ezt a 340 megás izót letesztelni, hogy mit mutat körülbelül, hogy van-e valami különbség, esetleg egy Debian 10 mini telepítés is megejteni. Szóval ezen kívül természetesen még rengeteg apróság van, és sok újdonság, amiről érdemes majd videót készíteni, csak idő legyen mindenre. Én köszönöm szépen a figyelmet, és én is várom akkor a cseten az ötleteket és a visszajelzéseket videó alatt Facebook csoportunkban. Köszönöm szépen, sziasztok!